Kolár Sándor, a folklorista, kutató, táncművész, koreográfus és pedagógus bő 6 évtizedet átívelő munkásságának áttekintése komoly kihívás. Erre vállalkozott most a Hagyományok Háza által bemutatásra kerülő mozgóképekkel is kiegészített fotókiállítás. A tárlat jelenleg sajnos személyesen nem tekinthető meg, viszont szeretnénk elérhetővé tenni annak tartalmát a virtuális térben is, így a tárlathoz készült videós tárlatvezetés hamarosan megtekinthető lesz online felületeinken is. Ma a Folkstúdióban itt van velünk a Tímár a Mesti című kiállítás kurátora Sebő Ferenc és Tímár Böske. Velük beszélgetünk a kiállítás koncepciójáról, az életműről és Sanyi bácsiról. Üdvözlünk titeket itt a Folkstúdióban, örülünk, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kezdjük ott, hogy a ti hármatok története hol kezdődött? Melyik az a pontja Tímár Sándor életének, aminél már mindketten jelen vagytok? Böske, ezt te tudod jobban. Én kerültem egy kicsit előbb a Bartók együttesbe, mint Feri és Béla, de nem sokkal, csak egy évvel korábban, és Martin György unszolására, vagy Martin György javaslatára Feri és Béla eljöttek a Bartók Tánc Együttes próbájára egyszer, hogy megnézzék és találkozhassanak Tímár Sándorral. Aztán majd Feri elmondott, hogy ennek is volt természetesen előzménye, mert más helyen is, más együttesekben is jártak ők. Hát én fiatal kislány voltam, én 1970-ben kerültem a Bartók Együttesbe, és mikor belépett a két fiú, akkor nagyon meg voltunk illetődve, mert ők nagyon híresek voltak már akkor. A Röpülj Páva tehetségkutató televíziós verseny kapcsán ismertük őket már. És csodálkoztunk is, nagyon örültünk is, hogy megjelentek, és hát maradtak is. Feri majd elmondja, hogy történt a Sándorral való megbeszélés, hogy eztán ők a Bartók Együttes zenészei lesznek, de nem csak a színpadon, és nem csak az előadásokon, hanem a hétköznapokban, a próbákon is. És hát innen egy olyan váltás keletkezett a Bartók Együttesbe, ami fantasztikus volt a táncosoknak is, de gondolom a zenészeknek is, mert azelőtt zongorára próbáltunk, még a legényesti zongorára próbálták a fiúk, de minden táncol zongorára, és hát ez a váltás, ez fantasztikus eredményt is hozott, meg hát olyan élményt, amiben addig sose volt részünk. Nekem 14-15 évesen hát egy hatalmas, hát ez tényleg hatalmas élmény volt. Igen. Hát mi meg azért kerültünk oda, mert mikor feltűntük a televízióban, mint a gitáros fiúk, akik népdalt énekelnek gitárkísérettel, ami egyeseket fel is háborított a szakemberek körében, mert a gitár nem egy népi hangszer. Elfelejtették, hogy Arany János is ezzel játszotta a barátainak a népdalokat, meg a saját dalait. Minden esetre elkezdtünk érdeklődni, hogy akkor mi a népi hangszer, meg hogy van ez az egész, és nem részletezem, de eljutottunk végül is az egyetlen olyan szakemberhez, aki nem dugdosta a gyűjtéseit, hanem elővette a szekrényből és megmutatta nekünk. És amikor kiderült számára, hogy mi ezt meg akarjuk tanulni, mert az volt a szándékunk, hogy ez olyan jó, ezt meg kéne tanulni, hallottunk már egy-két olyan felvételt, ami felcsigázott bennünket, akkor azt mondta, hogy hát ha meg akarjátok tanulni, akkor tanuljátok meg rendesen, mert nem fogjátok élvezni. És hát mondjuk, hát hogy lehet rendesen megtanulni? Hát úgy, hogy tánc mellett tanuljátok meg. Ezt a zenét, ezt a tánczenét csak tánccal együtt lehet megtanulni, mert ez úgy össze van nőve, hogy ezt nem lehet szétválasztani. Bármelyiket külön csinálják, az megsérül akkor a zene is, meg megsérül a tánc is, mert elszabadulnak a dolgok, ezek kontrollálják egymást. És akkor elmentünk egy-két együttesbe, én akkor a 25. színházban voltam zenész, és ott megismerkedtem a Vasas együttes vezetőjével, a Szigeti Karcsival. Ő is meg akart minket szerezni, elvitt az együttesébe, aztán a Novák Tata is elhívott bennünket a Bihari együttesbe, ő is meg akart szerezni bennünket, ez egy újdonság volt akkor. És ez a két hely volt, amelyik megerősítette, hogy nekem a Bartókba kell menni, mert amikor a Bartókba bementünk, ott egy nagy embercsoportot láttam, és mondom, hogy hol a koreográfus? Mert eddig azt láttam, hogy a koreográfus ül a széken, és üvölt az emberekkel, mint az istállómester. Azt mondták, ott a közepén, ott táncol. Hát mondom, ez tetszik nekem, mert nem csak dumál, ezt csinálja is. És akkor így szépen megegyeztünk a Sándorral, hogy hát mi akkor ide járnánk, és ő meg azonnal rástartolt, hogy oké, akkor gyert, a próbákra is gyertek, mert akkor élő próbákat csinálunk. Ő már tudta, hogy az a táncosokra is nagyon-nagyon felvillanyozólag hat, mert
a tánczenét azt mindig élőbe szokták csinálni, tehát azt nem lehet úgy gépzenére, ezt a maiaknak is mondom, hogy ez jobb lenne, abba hagynák, mert az tönkre teszi a táncot, tehát ilyen memoriter zenével csak memoriter tánc születhet. És beszegődtünk, és én nem tudom, hogy hogy csináltuk, mert mi akkor még építészek voltunk, tehát irodában dolgoztunk, hogy hetente háromszor volt próba, ugye? Igen, a nagy együttesnek háromszor, és ott zenéltetek az utánpótlásban. 4-5 óra hosszat egyfolytában élőben, és ott merültek fel ilyen nagyon fontos problémák, hogy Béla, Feri, csak ezt az 5 számot tudjátok? Szóval égő volt ugye nem megfelelni a táncosoknak. És Sanyi időnként beszólt nektek. Nem csak a Sanyi, a táncosok is. Keményen beszólt a Feriéknek. Na Béla, akkor szedjük már össze magunkat, tehát nézzük, még van itt még elég széki darab. Bővíteni kellett a repertoárt. Persze, persze. Különben sose tettük volna, azt csináltuk volna, amit a maiak is csinálnak. Van egy 5 perces blokk, azt játsszuk 40 évig. És az a halál maga. Ez még olyan emberekkel is megtörtént, mint a Karsai Zsiga bácsi, akinek köztudottan hatalmas repertoárja volt táncból, és én sokat léptem föl vele. De ilyen turné alatt egyszer csak láttam, hogy mindig ugyanazt az 5 figurát játsza. Mindig ugyanazt. Mondom, Zsiga, nem tudsz többet, csak ennyit? Hát, hogy nem, hát 125 figurát. Hát mondom, akkor ki látta azt? És a biztonságra megy az ember a színpad, annak is megvannak a szabályai. Tehát ha nincs ez a táncos közeg, mi az életben nem szedtük volna össze a repertoárt, amihez szükséges. Azért ezt így irigykedve hallgatom egy kicsit, hogy én is táncos vagyok, táncegyüttesben nevelkedtem, és én is annyira hiányoltam, hogy tényleg csak akkor találkoztam zenekarral, amikor egy fontosabb fellépés volt. És annyira jó hallgatni, hogy akkor tényleg itt heti háromszor ott volt egy élő zenekar, és azon lehetett táncolni. És hidd el, hogy nem lett volna egy táncház, meg semmi nem lett volna, ha ez a műhely nem alakul ki, és egymást nem hergeljük, és az a lelkesedés nem ragad át másokra is. Nem módszertanokkal szarakodtunk. Sokszor kérdezik, milyen módszertan és hogy volt. Szerettük csinálni, és ez sugárzott rólunk, és állandóan mindenki mögénk állt, hogy mi is. Mert elterjedt a híre, hogy a Feriék ott zenélnek a Bartók együttesbe, és akkor jöttek. Például mesélte nekem a Hamar Dani, hogy úgy jött, hogy akkor már városszerte beszélték, hogy a Bartók együttesbe lehet zenélni. És akkor jöttek a zenészek utánok szépen sorba, Virág Völgyi Márta, akkor a Sipos Misi, a többiek jöttek. FMA-ban van egy ilyen felvétel, ott van 8-10 zenész mögöttük. És akkor már ott van 10 zenész mögöttük, igen, Koltai Gergő, minden volt. Mert szájról szájra járt, hogy a Bartók együttesbe tánc alá zenélhetnek. Szóval nem tudom megmondani a módszertanát ennek az egésznek, mert nem volt neki módszertan, a lelkesedésünk volt a kulcs. Ez a fontos, hogy lelkesedés. De nem, egy csecsemőt sem fogsz tudni meggyőzni az ikesigen ragozással, hogy tanuljon megbeszélni, ugye? Hát igen, de táncolni meg megtanul hamar. De beszélni megtanul, meg kommunikálni akar, meg táncolni is. De nem azért, mert módszertan van, meg elmagyarázod neki a nyelvtannak a szabályait. Nem azért, mert beszélgetsz vele. És ő is akar beszélgetni. Na most, ahol ez a motiváció nincs meg, ott nincs tanítás, ott nincs tanulás. Ez az egész pedagógiára vonatkozik. Sajnos azt csinálja a gyerek, amit te csinálsz. Utánozással. Ha nincs meg ez a motiváció, akkor annyi. Te említettétek azért a táncházakat. Nektek milyen élményetek volt az első táncházakról, illetve a nyári nagy táborokról? Erről meséljetek egy kicsit. Később volt. Tehát az első táncházban én is ott voltam, az nagyon, nagyon történelmi pillanat volt, és utána olyan táncház, ami az írók boltjában volt, már nem volt túl sok, nem, mert ugye azt tudni kell, hogy az első táncházak, azok klubszerűen indultak. Zárt és klub. Hogy zárt klub. Zárt klub volt 4 együttesnek a klubja, a Bihari, a Vasas, a Vadrózsák és a Bartók együttes. És nagyon jó volt egyébként, és nagyon jó volt a hangulat. Széki táncot tanultunk, persze Sanyi tanította, mert ő már akkor erre felkészült. Feriék zenéltek, azt hiszem, hogy a Faralukó Laura énekelt azon még veletek az első táncházban, nekem, én úgy emlékszem is. És aki ebben foglalkozott, az mind összeverődött. Igen, tehát így volt. És aztán majd Feri elmeséli mindjárt, hogy is alakult ki az, hogy végül a Bartók együttes kiszállt ebből a klubszerűségből. Egy röviden el tudom ezt mondani, igen. Most közben gondolkoztam, hogy te beszéltél. Fölvillant a lehetőség, hogy ott volt Martin is, meg a néprajzosok mind, ők még is táncoltak. Hogy jaj, de jó lenne ezt hosszabb távon csinálni.
És akkor rögtön fölmerült, hogy de hát a kapot ki kéne nyitni. Tehát az emberek ott az üvegablakon. Na ezt akartam mondani, hogy leselkedtek, mert az írókból jönni, és nem azok lehetett. A nagy üvegportáljai. Igen. Be akartak jönni az emberek. Uh-huh. Mert hát hallották a zenét. Hát a lelkes Lajosék tudták, hogy nem, nincs engedély rá, mert akkor mindenhez ilyen engedély kellett, nem lehetett csak úgy bejönni, és ők profik voltak, szóval tisztában voltak, hogy ebbe bele se kell fogni, de mi nem nyugodtunk bele. És akkor összeültünk a Sanyival, meg a Martin Gyurkának a lakásán, a vezetőséggel, és elkezdtük tárgyalni, hogy na most végre valóra lehetne váltani azt, amit a 60-as évek végén a Martin György, a Pesovár testvérek és András Falvi Berci, akik ilyen évfolyamtársak voltak, kitaláltak, hogy azért mentek Erdélybe gyűjteni és filmezni, hogy arra a filmekről majd ők megtanulják, és megtanítják Magyarországon minden együttesnek. Tehát a táncház, mint olyan, azt ők találták ki. És de a Kalóz Zoli is nagyon segített, ez Zoli bácsi. Nem, hogy nagyon, a Kalóz Zoli nélkül nem lehetett volna megcsinálni, mert igen, Erdélyben nem lehetett csak igen, úgy kószálni. Ő még volt a kult. A Kalóz Zoli se tudott volna, hanem a rokonaihoz megy gyűjteni. Ezt ő mindig hangoztatta, most értettem meg, hogy miért. Hogy mit jelent, hát azért, mert a milícia megkérdezte, hogy hova megy, mondta, tehát nagynénémhez megyek, kész. Igen. És ő cipelt visz, végig mindenkit, tehát a Tinkáikat is, aztán bennünket, aztán a többieket. Másképp nem is lehetett volna menni, de hát az egy óriási kalauzolás volt. Hát ő mindent elmesélt, összeboronált bennünket, aztán ilyen családias kapcsolatok lettek, ami mind kellett ahhoz, hogy ezt a zenét meg lehessen tanulni a táncon kívül. Úgyhogy a táncház ötlete és az egész gyűjtés, mint ez fel volt találva, csak itt nyílt egy lehetőség, hogy jé, ezt itt a városban is meg lehet csinálni. És akkor rácsaptunk, mindannyian. De nem sokat győzködtük egymást, a Sanyinak is egyből beugrott ez a dolog, Tinkának pláne, nekünk is, hogy persze, hogy ne. Csak akkor a többiek megriadtak, a másik három társaság, hogy hát ők művészek, ők nem érnek rá a civilekkel bajlódni. Ez így le is van írva a nyilatkozatban, most már nem mondom, hogy ki, de ez így, ez volt az elképzelés, hogy ez egy művészet, amiért élünk, halunk, nem érünk rá civilekkel bajlódni, akik az utcáról bejönnek és itt táncolni akarnak, azokat tanítani kell. Hát persze mondtuk, igen, tanítani kell, de ahhoz nektek is meg kell tanulni, ugye, itt bukott meg a dolog. Mert ők csak a memoritereket szoktak megtanulni a színpadra, azt az öt percet, aztán annyi. Igen. És itt szakadt át a gát, ugye Sanyi volt az egyetlen a koreográfusok között akkor, aki vállalt, hogy a civilekkel bajlódik. És kezdte az együttesével. Ott... Igen, akkor a Bartókban elkezdtünk foglalkozni a széki táncokkal, de már nem koreográfiai sorozatokban, hanem mint anyanyelv. Mint társas tánc. Igen, mint társas tánc, mint anyanyelv, és akkor a széki tánccal indult a táncházmozgalom gyakorlatilag, de hát maga a szó is székről származik, a táncház szó, és akkor ennek a mintájára a széki tánccal, és a második ilyen nagyon, hát nagyon-nagyon szeretett divattánc a mezőségi tánc lett, az volt a következő, de ahhoz a Sanyinak mindig nagyon-nagyon fel kellett készülni, és nagyon fel kellett készíteni a táncosait, mert ugye a dolog az terjedt, előbb az FMH-ban volt a táncház központ, de aztán szaporodtak tovább, Sebő Feriéknek meg lett a Kassáklub, akkor utána az Molnár utca, és aztán már így gombamot szaporodtak. És az együttesek is már akkor lábra álltak, tehát már Jánosiék is már muzsikáltak. Virágvölgyék, Virágvölgyék is. Már Sipos... akkor a Sipos Misék is megvoltak, igen, csak igen. Még nem muzsikás néven, csak, csak ők ki, is mikor már jutott zenéltek. Klubhoz, voltak, akik előjutottak, mint mi. Mindenesetre azért volt annyi tisztesség abban az egész nemzedékben, hogy mindig összeültünk és megbeszéltük, hogy ki mikor tartja a táncát, hogy ne üssük egymást. Igen, de mindig tele volt minden táncház dugig, és itt jön be a képbe később akkor a tábor, mert már a Sanyi nem volt elég egyedül ahhoz, hogy ellássa tánctanítással, mint legendás tánctanító ezt a sok helyet, viszont már vidéken is érdeklődtek rendben, a nagy, vidéki nagyvárosok, Szeged, Jászberény, központtal tulajdonképpen. Tehát Sanyival jártunk le vidékre ezeket az együttesekhez, mert ott is már úgy akartak táncot tanítani, ahogy a Sanyi csinálja a Bartókban. És akkor keletkeztetek. És így alakult ki az a helyzet, hogy az egész országban már minden együttes tudott szépen táncolni, társastánszerűen is. Ki volt az utolsó? Az Állami Népi Együttes. Itt még na, és akkor itt van a régi bástyákat. Egy következő állomásra. El kell mondani, hogy a táborok, amikor létrejöttek, ebbe Héra Éva nagyon sokat, igen, nagy érdeme van, hogy a táborok az ő segítségével történtek. Öt ilyen tábor volt, és Tokaj, Zirc, Abaújszántó, Székesfehérvár és Nyíregyháza. Igen, Abaújszántó. Ott, Abaújszántó, igen. És akkor ott országszerte
előtte mindenhonnan jöttek az együttes vezetők vagy táncosok, és akkor ott a Sanyi vezetésével, meg a Feriék vezetésével a zenészek is tanítottunk. Tehát oktatást kezdtük. Oktatás volt, és a táncház vezető képzés volt tulajdonképpen, hogy hogyan lehet ezt a módszert elsajátítani, hogyan lehet anyanyelvként megtanulni, majd továbbadni, és akkor így országosan. Hogyan lehet ugyanúgy megtanítani, mint régebben a tánciskolában bármilyen tangót vagy keringet megtanítottak. Igen, ahhoz tánc és illemtanált. Igen. Milyen jó is volt ez. De fontos dolog hozzátenni, hogy a Kassáklubnak ez a nyári tábor, ez először egy ilyen belterjes dolog volt. A Kassáklub tagok akarták ezt csinálni, de ott is volt tánc. Sanyit én elhívtam erre, és akkor kiderült, hogy többen is akarnak jönni, nem csak kassákosok, és akkor addig, amíg aztán én elmentem a Vitányi Ivánhoz, aki akkor a Népművelési Intézetnek az igazgatója volt, és megkértem, hogy segítsen nekünk. És az intézet beszállt akkor ebbe, hogy egy ilyen népfőiskolaszerű oktatás legyen, amiről ők aztán adnak majd igazolást is a végén, mert ugye az nem volt. És így a Vitányi Iván segítségével tudtuk megcsinálni, hogy ugye a hivatalos háttér, tehát a bürokrácia is mögénk állt, nem beszélve, hogy megvédett minket a támadásoktól, mert az volt bőven. Uh-huh. Az volt bőven, mert mindenkinek sértettük az érdekeit, a jó bevált üzleteit, stb. Uh-huh. Úgyhogy a Vitányi Iván nevét nem szabad kihagyni ebből a dologból, mert ő az a figura volt, aki politikus létére teljes szívével támogatta ezt az egész elképzelést, mondván, hogy 47-ben azt mondja, mi is megpróbáltuk, ez csak nem sikerült nekünk. Mm. És ő nem bosszút forralt, hanem nosztalgiát érzett, hogy na most vannak, akik már megcsinálják. Nagyon jó. És akkor említettétek a Magyar Állami Népi Együttes, tehát ez egy új kezdet volt Tímár Sándor életében, 15 évig ugye itt munkálkodott az államiban, és egy hát olyan nyomás volt már az állami együttesen, az egész országban már mondom, mindig tudott táncolni. Aha, igen, már nem lehetett tovább, és kikényszerítették, hogy a Sanyi oda kerülhessen. Nem csak a táncház miatt, hanem azért, mert ennek kapcsán a színpadi megújulás is megtörtént az amatőr világban, gyakorlatilag minden jelentős együttesnél már. És ahol Sanyi egy táncot betanított, azt mindig társas táncot kezdte. És azok az emberek már ott a városban már tudták csinálni a táncát. És ennek a szellemében koreografáltak a helyi kisasztán. Mert az nem probléma, hogy utána kiveszel belőle, és akkor összeraksz egy táncot, mint ahogy a beszédbe is, ugye? A gyerek megtanul szépen beszélni, de attól még nem költő. De viszont olyan költő nincs, aki nem tud beszélni. Már pedig itt voltak olyan költők. Igen, tehát hogy országosan már megtörtént a nagy váltás mindenhol, és valóban az állami együttesben nem történt meg ez a váltás egyáltalán. Hát ugye Rábai Miklós már nem élt, igen. Azt hiszem Létai Dezső volt akkor az együttes. Egyébként a Rábai Miklós vezető volt, aki minket felfedezett, nem tudom, ezt szoktuk elmesélni, pedig méltatlan, mert ő egy nagyon széles látókörű valaki volt, és nagyon érdekesen oldotta meg ezt a Mojszejev nyomást is, hogy úgy tett, mint átvette volna, de azért neki megvoltak a saját módszerei, akkor azt lehetett csinálni. És az nagyon sikeres volt, és szerintem ő zseniálisan csinálta a dolgát egyébként. A maga idejében mindenképpen zseniálisan csinálta. Egyébként a házunkban lakott, képzelve. Igen, ott találkoztam vele többször. De ő már akkor ugye nem élt már egy jó pár éve, mert ő nagyon fiatalon eltávozott. Ment az utódlásért a harc közben itt. Ment a harc az együttesért valóban, és akkor abban az időben Pozsga Imre volt a kulturális miniszter, de Pozsga Imre már figyelemmel kísérte ezt a tevékenységet, ami itt történt Magyarországon, és ebben nagy partnere volt, mint Pozsga Imre riportjából a könyvbe, Tímáram Esti című könyvbe kiderül Pozsga Imre riportjából, hogy Csóri Sándor is nagyon nagy segítségére volt ebben, hogy akkor mit évők legyenek, és ezért esett a Sanyira a választás, hogy amit meg tudott tenni országosan, ezt egyrészt a táncházban, másrészt a színpadon, egy új koreográfusi szemlélet, egy új táncművész szemlélet is, mert egész más anyanyelvként táncolni egy művésznek, és egész más betanulni egy kötött sorrendet, és ezért ő rá esett a választás. De volt ebben egy óriási nagy nehézség számunkra, együtt, akkor már én is vele ide kerültem, hogy azért még ez 1981 januárja volt, és itt még nagyon erős volt a párt élet, és nagyon fontos szempont volt, hogy egy vezetőnek mindenképpen párttagnak kell lenni, mert különben nem lehet vezető beosztásban, és ez a Sanyinál nem volt meg, ez a feltétel.
ami Sanyiról mindenki tudja, hogy a legfőbb tulajdonsága a makacs, ugye? A makacság az egyik, ezt mindenki tudja, aki vele dolgozott, a család, a barátok, hogy a Sanyi olyan makacs, mint egy összvér, és nem volt hajlandó ezért belépni a pártba, pedig nagy volt a nyomás, és mondta, hogy ő nagyon jól van így is, ahogy van, ő egyáltalán nem akar az állami együttesben mindenáron vezető lenni, ha szükség van az ő tudására, jó, akkor ahhoz igazán nem kell pártagnak lenni, ha meg nincs szükség, akkor meg minek? És akkor hát ez így volt. Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, és akkor persze Pozsga Imre már sokkal nyitottabb volt, ő már egy nyitottabb... Meg általában már azért ennyi, hogy meg általában, de azért még sajnos azért 89-ig még azért kemény volt az élet. Nem lehet mindent a pártra kenni. Ezek személyes indulatok voltak, helyi kivédés. De azon arra lehetett fogni. Arra lehetett fogni, igen. Na minden esetre a Sanyi így került végeredményben, ennek ellenére is ide. Mert végül is a Serfődöt is pártember tették a nyakára. Igen, de a Serfődő támogatta. Mert már őt ismertük régen. Hát persze, azért mondom, hogy nem volt egyforma. Tulajdonképpen a Serfődő Sándorral nagyon is baráti viszonyban voltunk, még Kazincz Barcikáról, igen. Mert ugye oda is kellett menni megújítani az ottani táncművészeti életet Kazincz Barcikán, meg nagyon sokat segített Sándor gyűjteni Tardona, meg ez a vidék Borsod, ahol a Sanyi gyűjtött, abban a Serfőző Sándor rengeteget segített nekünk még az állami együttes előtti években, úgyhogy nem idegenként jött ő ide a Sanyi nyakára, hogy a Feri fogalmazott. De azért tették oda. Tehát hanem ismerték őt, és azért tették oda, mert ő viszont ennek a kitételnek rendkívül módon megfelelt. A magyar történelemben erre sok példa van. Itt a ház történetében is volt erre példa, hogy amikor a Szél Jenőt ide tették igazgatónak az akkori Népművelési Intézet élére, akkor ugye Jenő bácsival azt kell tudni, hogy ő a bukaresti magyar nagykövet volt, és nem azt csinált, amit elvártak tőle, hanem a magyar nemzetnek az érdekeit képviselte, és hát nem erről volt szó. Úgyhogy hazarendelték, és büntetésül ide tették igazgatónak, de Révai berendelte magához, az miniszter, és elmondta, mi a feladata. Az a feladata, Szél elvtárs, hogy belevigye a népművészetbe a szocializmust, mert abban tudjuk, hogy nincsen benne. Magának kell erről gondoskodni. Jenő bácsi mondta, igenis elvtársak. És utána az igazgatói kocsiját, amiben soha nem ült bele, odaadta a Domokos Pál Péternek, aki elment ezzel Nyugat-Magyarországra egyházi népénekeket gyűjteni. Ilyen ország vagyunk mi. Igen. Na hát akkor beszélgettünk már itt az államiról is, ugye a Bartók Tánc Együttesről, a gyűjtőutakról, akkor most legyen a következő a Csillagszemű. Ugye megalakult a Csillagszemű, mikor is? 1993-ban, de 92, a Csillagszemű néven 93-ban, amikor már magántársulat lett, de tulajdonképpen 92-ben állami együttes keretein belül alakult meg, akkor született nekem az ötödik gyermekem, a Gergő, és hát gondoltam, hogy azért ez a módszer, meg ez a tudás, amit itt ugye már meg lehetett szerezni, hogy milyen fontos lenne, hogy én nagyon szeretek mai napig felnőtteket tanítani, meg mindig is szeretem, hát állami együttesben is női tánckarvezető voltam, tehát a tanítással is foglalkoztam, de hát azért a gyerek a jövő, gondoltam én az ő gyermekemmel, hogy a gyerek a jövő, és Sándorral beszéltem, meg a Serfőző Sándorral, hogy mi a véleménye erről, és ő nagyon-nagyon támogatta. Úgyhogy az ő segítségével történt, hogy meghirdette rádióba, televízióba, kijelöltük a felvételi napját, itt történt ebben a teremben, és Sándor annyit mondott, hogy 50 főnél többen ne legyenek, tehát ebben maximáljuk a létszámot, mert azért tudni kellett, hogy hányat. És akkor még nem 3 éves kort, hanem 5 éves korban hirdettük, mert később ment le a szülők kérésére a korosztály. Ne legyenek otthon. Hát úgy, hogy a testvér is lepasszolják a gyerekeket. Aztán a 2 éves testvér is jött a végén, már volt itt minden. Na minden esetre nagy volt az érdeklődés, fel is vettük az 50 gyereket, nagyon-nagyon szuper módon indult, itt próbáltunk a színpadon, vagy a hátsó balettterembe, fel is léptünk az Állami Nép Együttes műsorába, mint gyermekcsoport, és volt egy gond, hogy a szeptemberben történt ez a felvételi, az indulás, és az évad végére 150-en lettek már, tehát annyira gyorsan terjedt el a híre, és olyan sikeres volt, hogy megháromszorozódott a létszáma, és akkor Sándor azt mondta, hogy ezt már így itt ebben a keretben ezt már nem lehet tartani.
És hát ez egy nagyon váratlan fordulat volt, mert ezért 150 gyereket nem tettek ki az utcára. Mikor már gátolta a nagy együttesnek a munkáját is, ugye? Nem, hát gátolni nem gátolta, csak egyszerűen, mert ők adminisztrálták ezt az egészet. Mondani, nem volt egyszerű. Tehát az egész adminisztráció is itt történt, és az volt a szerencse, hogy akkor 93-ban már lehetett vállalkozni. Még nagyon kevesen adták erre a fejüket, hogy vállalkozók legyenek, de akkor én gondoltam egyet, és létrehoztam a saját cégemet, a Csillagszemű, ami a mai napig létezik és működik. A fiatalság energiájával. És mindenki azt mondta, hogy nem vagyok normális. A Tímár Böske megőrült, hogy, az oktatást meg a táncot akarja gazdaságira vinni, de hát gondoltam, valahogy tovább kell ezt vinnem, mert most júniusban szélnek keresztek 150 gyereket, azoknak szeptemberben valahol kezdeni kell. Akkor volt segítségem hozzá, úgyhogy mire jött az új évad, addigra megvolt a cég, és ez, mint kiderült, az első magántársulat volt Magyarországon. Most sincs szerintem sok, nem tudom, hogy egyáltalán van-e, ami teljesen magánkézben van. Nem egyesület, nem tudom még milyen formációk vannak, hanem ez saját tulajdonban van, és tulajdonképpen hát 27 éve, most már 28-dik, nagyon-nagyon sikeresen működött. Most majd a járvány az mondjuk mindenkit padlóra, tehát most majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hozzátenném, hogy azért akkor a levegőben volt az egész dolog, és nem csak itt zajlott ez, mert az aprók tánca fogalom akkor terjedt el. Tehát itt, meg a tévésorozat is akkor. Azt akarom elmesélni, hogy én akkor a gyerekosztályon dolgoztam, és mivel a népzene volt a szívügyem, mindig mondtam a szerkesztőnek, Szabó Mártának, hogy te kéne egy kis népzenét csinálni. De te Ferjed, egy gyerekosztály, nem lehet népzenét csinálni. Mondom, miért nem lehet? Hát például nevezzük el aprók táncának. Na, úgy már jó. Tényleg, az jó. Nagyon jó név. Nagyon, és a tévében csináltuk meg a Sanyival. Ezt egy az még sorozatban. Megelőzte a Csillagszeműt, úgyhogy ottól lettek ők. Meg azt is megelőzte, hogy bárhol aprók tánca legyen. Igen. De olyan sikere volt, hogy aztán a Kassákban is mások mondták nekünk, hát az éráéveik, hogy miért nem csináltok meg itt is? Hát mondom, még úgy húzakodtunk is, de aztán megcsináltuk. És akkor kattant nekem is be, hogy hát ebbe kellett volna kezdeni. Hát ott aztán már három korosztály ott volt, mert a nagypapák is jöttek az unokával. Egyébként kimaradtak a szülők, akik megszülték a gyerekeiket, nem tudtak ilyen helyekre járni, és nem is volt hol járni. És egyszer csak ott megjelent mindenki. És ami a legfontosabb volt nekem élményben, hogy volt ott egy kisfiú, aki egész idő alatt háttal a táncnak matchboxot ott a dobogónkon. És a mamája már kétségbe volt esve, hogy hát én nem hozom tovább a Pistikét, mert már kétszer itt voltunk, és nem érdekli a dolog, úgy le. Hagyja békén azt a gyereket. Én szemlátomást jól érzi magát. Eljöttek harmadszor is, és a gyerek letett a matchboxot, beállt a táncba, és mindent tudott. Ennyit a módszertanokról. Megnézte magának a dolgot. Egyébként az aprók tánca sorozattal a Feri és a Sanyi nagyon elhíresültek, mert az egy gyermekeknek szóló ifjúsági sorozat volt, két évad. Tehát a gyerekek kétszer, táncoltak benne. A gyerekek táncoltak, a Sanyi válogatta össze az ország minden tájából a híresebb együttesek gyermektáncosait. És de adatközlőket is hívtunk fel, tehát Bársony bácsitól kezdve mindenki. És adatközlőket olyan táncosokat is, akitől a Sanyi gyűjtött. Fantasztikus, hogy az van az aprók tánca, mert már nem élnek azok a táncosok, akik ott bemutatták, de azért híresültek el nagyon, mert volt akkor ilyen a Magyarországon, hogy iskola televízió, hogy tanórákon valamilyen órát televízióban néztek a gyerekek. És ez olyan sikeres volt, hogy bevitték az iskola tévébe, és ezért a gyerekek Magyarország szerte nézték az aprók táncát, mit tudom én, milyen óra keretében, akár énekóra, tornaóra keretében, úgyhogy nagyon elhíresültek, és a Sanyival egyszer mentünk itt a Batthyány téren munka után le a metróba, és egyszer egy kisfiú oda kiállt a mamájának, mama, nézd, ott megy a tititá. Tudod, a Sanyi mindig mondta egy tititá, a ritmust adta a gyerekek, és ott megy a tititá, nem mondom, ez aztán a celebség csúcsteteje, hogy ott megy a tititá. Tehát ez már megelőzte a Csillagszeműt, és utána pedig nagyon sok együttesben alakultak gyermekcsoportok, de a nagyon sok táncházba is lett gyermektáncház. Igen, szóval visszafordult a dolog. Vissza, igen, utána hát már ennek a mintájára. Mindent utoljára találunk ki sajnos, igen. Igen, úgyhogy végül, ahogy teltek az évek, nem, minden táncházban volt gyermektáncház is. Ugye? És onnan már olyan táncosok jöttek, igen, ki, akik úgy gyerekkorukban, mert a gyerek meg tud nézni valamit, megnézi és csinálja, kész. Ezt akkor mi még nem tudtuk, hanem hát módszertan, meg tanítgatni kell, meg majd 20 éves korából kezdjük el tanítani. Na most olyan táncosok jöttek elő, akik már
ugyanolyan jól tudták, mint az adatközlők, vagy még jobban, mert fiatalok voltak is. Most még amikor a Pávának volt, amikor bennültem a zsűriébe, ott láttam egy ilyen 8 éves kisfiút, levágott egy legényes, és látva maradt a szám, hogy milyen jó csinálj, mondom, ide, gyere ide, komám. Honnan tanultad ezt? YouTube-ról. Ennyi. Megnézte, rendesen. Akkor most kicsit, Feri, beszéljünk a kiállításról magáról, hogy mit is láthat majd a közönség, milyen érdekességei vannak ennek a kiállításnak. Van esetleg olyan, amit eddig még mondjuk csak a szűk család vagy a szűk szakma látott, és most a nagy közönség is láthat? Nem látta ezt senki szerintem. Na, hát akkor kicsit mesélj róla. A nagyobb része a fotóknak az Szabó Joska barátunk készítette, aki ott volt velünk a táborokban. De a Timár Sanyi kapcsán kiállítást csinálni az azért nagyon jó dolog, mert a Timár Sanyi minden ott volt. Tehát akárhogyan követjük van az pályafutását, az egész akkor mozgalmat be tudtuk mutatni ezzel, mikor a Böskével kiválogattuk a képeket, mindegyik korszakról voltak olyanok, ahol bárki, aki most ebből a társaságból odajön és megnézi ezt a kiállítást, biztos, hogy fog találni egy képet, na itt vagyok én. Igen. Ugye? Igen. Tehát egyébként a Timár a Mesti című könyvről is novágtatta, amikor felhívott telefonon és megköszönte a tisztelet példányt, azt mondta, hogy azért örül nagyon ennek a könyvnek, mert a Sanyi személyére felfűzve, de már rég nem róla szól, hanem egy táncművészeti krónika, egy táncművészeti, egy néptánc történeti dokumentumkönyv. Igen. És azért, amit a Feri az előbb mondott, hogy mert a Sanyi mindenütt ott van, ezért az ő személyére fel lehetett úgy fűzni, hogy semmi nem maradt ki belőle 1947-től napjainkig gyakorlatilag. Szóval ő volt az, aki a művészetet is csinálta, de azért volt ideje a civilekkel bajlódni is, ezért aztán olyan helyeken, a táborokban. Mert sokoldalú volt az, igen, ő életpályája. Igen, a gyűjtésekről vannak képek, a fiatal korából is persze, abból van a legkevesebb az ő személyes képei. A fotó abból van a legkevesebb, de hát ugye a 40-es években annyira még nem fotóztak a próbákon. De fölmerülnek a SZOT együttes vezetője, a Molnár István képe is ott van, akiről méltatlanul keveset tud a szakma. Mert bizony ő volt az, aki balettáncos létére egy párizsi társaságban úgy megszégyenült, mint ahogy mi a Bélával akvinkumi nemzetközi táborban, hogy nem tudott magyar táncot. És akkor ő azt mondta, hát ez botrány. És hazajött és elkezdett kutatni a táncok után. És ő gyűjtött és először. Ő gyűjtött először. A balotaszegi legényesek, a legrégebbiek, azok Molnár István. És ő tette színpadra először a SZOT együttesbe, ahol a Sanyi is táncolt, a Tinka is táncolt, igen, a Jancsó Miklós is táncolt. Tehát a magyar értelmiségnek a java ott volt már, mert azért mindenki érezte, Bodrogi hogy... Gyula is ott táncolt. Az is érdekes lenne felderíteni, hogy ki mindenki volt. Igen, úgyhogy. Szóval ez őről is látható egy kép, és ezt azt hiszem alá is írtuk azért a minimális információkat. Hogy ezeket az embereket, ezeket a helyzeteket nem volna szabad elfelejteni, mert ebből tanulni lehet. Nagyon sokat lehet tanulni a mának. Mint ahogy mi is a néphagyománnyal is azért foglalkoztunk, mert abból a mának nagyon sokat lehetett tanulni. Nem vissza akartunk menni az időbe, dehogy is. Ezzel csak vádoltak bennünket, hogy széki zsebkendőkön, széki parasztkönyveket akarunk meg. Rágyaszagú, sok minden volt. Holott ennek a szerencsétlen országnak, izadságot, igen, amelynek a politikai, meg a történeti háttere olyan katasztrofális, amelyen már azt mondtam mostanában, hogy könyveket olvasok erről, hogy én a múlttól nem félek csak, illetve a jövőtől nem félek csak a múlttól. Nagyon lehangoló, hogy milyen rosszul alakultak a dolgok, milyen rossz politikusaink voltak, hogy milyen rossz volt a hírnevünk Európában, és ennek isszük ma is a levét, de ebbe jók voltunk, hogy megőriztünk egy olyan fajta kultúrát, ami valamikor egész európai volt, de már senki nem tudja. Mi még tudtuk, és nekünk olyan szerencsénk volt, hogy összetudtunk jönni azokkal az emberekkel, akik ezt még gyerekkorukban megtanulták. Hát hogy irigykedtek ránk a svédek például, amikor kint, ott is volt ilyen táncszerű mozgalom. Ti még láttatok ilyet eredetibe? Hát mi már csak itt kaparászunk, hogy lehetne a sírból kiszedni az embereket. Hát ezt meg kéne becsülni. Vagy a múmiák. Hát igen. Hogy itt valójában egyrészt a saját identitásunknak is a támasztéka ez a kulturális hagyaték. Másrészt ebből látszik, hogy mi egy európai nemzet vagyunk. Mert az egész Európának, az összes táncdivatjának a lenyomatát itt meg lehet találni, és ráadásul élőbe.
Így van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és beszélgethettünk egy kicsit, és akkor reméljük, hogy hamarosan személyesen is meg tudjuk tekinteni majd ezt Bizony. A gyönyörű kiállítást, de addig is akkor csak online-on, online térben, és hát Isten éltesse Sanyi bácsit, és jó köszönjük egészséget szépen, kívánunk nagyon. Neki. Én meg Ferinek nagyon köszönöm, hogy elvállalta ezt a Így van, munkát, ezt a korábbi dolgot. Olyan jó volt együtt dolgozni. De mi olyan csapat voltunk, hogy egyik sose szoktuk kérdezni, hogy vállalja vagy nem, csináltuk. Csináltuk mindig, igen. A Sanyival való alkodozásra sem emlékszem, mert nem volt olyan, puk, igen. Csináltuk, már ott voltunk. Úgy ráérzett az ember, hogy ezt kell. És a Tinka is ilyen volt, a Pesavár testvérek is ilyenek voltak. Hát Fehérváron a Pesi, ő honosította meg ott is a táncházat. Csodálatos emberek voltak ezek. És nem emlékszem arra, hogy alkudoztunk volna, hogy ki mit fog fizetni. Ez egy igazi időutazás volt ez a képválogatás most a fejében. Én nagyon élveztem, remélem te is. Igen. Mi is nagyon, nagyon fogjuk élvezni, és már nagyon várjuk, hogy megnézhessük. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Jó szórakozást hozzá.